Pont a napokban, amikor mentem haza a metrón, észrevettem, hogy egy anyuka ül 3-4 éves kisfiával az ölében, míg a mellette ülő széken egy férfi korlátozza azt az egyetlen egy helyet is, amit kettő ember foglal el a híres férfi terpesszel. Ekkor nagyon frusztrált lettem, és nagyon örültem, hogy a mai nap itt fogok állni, és kiadhatom magamból az évek során felgyülemlett haragot, és beszélgethetünk erről. Kezdve azzal a pillanattal, amikor először találkoztam a társadalommal és annak elvárásaival. Ugyanis általános iskola felső osztályában, fogszabályzóban és szemüvegben találtam magam, más lányosztálytársaimnál egyen nagyobb kiadásban. Ezek a karakterisztikák önmagukban nem jelentenek mást, mint hogy csálén állnak a fogaim vagy rossz a szemem. Azonban diáktársaim ennek több jelentést tulajdonítottak, és hirtelen a szemem és fogam kiközösítéssel járt. Hiába voltam osztály első, és jártam tanulmányi versenyekre, ezek mind semmit nem jelentenek egy kiskamaszokkal zsúfolt osztályteremben. Pedig nagyon büszke voltam, hogy el tudom szavalni Csokonai a reményhez című verset. Utólag kettő dologra jöttem rá. Az első, hogy tényleg menő vagyok a Csokonai vers miatt, a második pedig, hogy nem lehet hibáztatni a gyerekeket azért, mert ilyen képet alkotnak a szépségről, amikor a média, amit mi is minden nap fogyasztunk, ilyen képeket közvetít. Az első képen Taylor Swift látható a You Belong With Me című videoklipben. Átalakítás előtt és átalakítás után. A második képen Mia látható a Princess Diaries című filmsorozat főszereplője. A harmadik képen pedig Léni látható, a She's All That című romkom főhősnője. Na most, ami közös az átalakítás előtti képekben, a göndör haj és a szemüveg, szerencsére. Igen, szerencsére nekem mindkettő megvan. Illetve az a tény, hogy ezek a nők átalakítás előtt is ugyanolyan gyönyörűek. Viszont a második, vagy az alsó sorban már a haj ki van vasalva, a szemüveg lekerült, és egy kis smink is felkerült. Ezután pedig az adott férfi karakter észreveszi a női főhőst. És boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Ami pedig egy olyan üzenetet közvetít, hogyha a nőnek a megjelenése nem illik bele az imént leírt dobozba, akkor az a férfi figyelmét elkerüli. Ez pedig egy szörnyű dologként van reklámozva. Akkoriban még nem tudtam, hogy ezt a kézzel megfoghatatlan érzést a társadalmi elvárások okozzák. Azt viszont tudtam, hogy frusztrált leszek tőle, és változni akarok. Így hát alig vártam, hogy lefogjak, kivassaljam a hajam, és leborotváljam a lábam. Miután átestem a szükségesnek vélt metamorfózisomon, észrevettem, hogy semmi nem változott. Nem nőtt meg az önbizalmam, pusztán csak sokkal több időt fordítok a külsőmre. Mindezt 15-16 évesen, illetve néha mai nap is így érzem, holott sokkal fontosabb dolgokra is fordíthatnám az energiámat, mint arra, hogy a mások által kialakított képbe próbálom belepasszírozni magamat. Én a mai napig is problémám van azzal, hogy hogyan prezentáljam magam, mert félek, hogy egyszer kislánynak leszek bélyegezve, aztán kurvának, vagy nem elég nőiesnek, utána pedig összezavarodom, hogy akkor most melyik is vagyok én, és mit is szeretek igazán. Mostanában talán nehezebb dolga is van a lányoknak navigálni magukat és az önértékelésüket egy olyan publikus szférában, amit a TikTok és az egyéb social media platformok generálnak. Minden nap ki vannak téve közbírálat tárgyának, emellett találkozhatnak a tökéletesség formáival hírességek és gyönyörű modellek jelenlétében. De elég, ha csak a fiataloknak készült sorozatokat vagy filmeket vesszük figyelembe, ahol a diákokat felnőtt nők játsszák, akik kicsit sem úgy néznek ki, mint egy átlagos 16 éves. A szépséget övező megszállottság mindig létezett, azonban a szépség formái változtak. Volt, amikor a tehetség számított gyönyörűnek, amit aztán felváltott a homokúra alak és az SS méret. Ami azonban nem változott,
hogy ezeket a képeket a médiában túlnyomó többségben dolgozó férfiak alakították ki. Éppen ezért a női szépség és megjelenés felé irányuló elvárások sokkal szigorúbbak. Éppen ezért a női szépség és viselkedés egy szűk dobozban létezik, aminek sokkal nagyobb behatása is van az egyén életére, mint egy férfi megjelenésének. Így a nők a médiában sokáig csak a férfi szemén keresztül léteztek. Ez a női test tárgyasítását és a külsőre fektetett hangsúlyt jelenti a mozivásznon. Amikor Laura Mulvey filmteoretikus 1975-ben megírta esszét a férfi szemszögről, más időket írtunk. A női filmrendezők száma kevesebb, mint 4% volt, ami szerencsére napjainkban már 22%-ra emelkedett. A Disney mesék is fejlődnek, például az Encanto című mese, aminek a főszereplője sokkal inkább hasonlít a gyerekkori énemre, mint akármelyik másik karakter, akivel eddig mesében találkoztam. Azonban az évek során beköltözött egy férfi a nők fejébe, és női tulajdonosának minden megnyilvánulását, viselkedését és döntését bírálja. A nők magukat és más lányokat is ezen a női férfi szemszögön keresztül látnak. Például, amikor sminkelünk, akkor miért tesszük? Vajon elbújunk a smink mögé? Vagy szebbek próbálunk lenni? És ha igen, akkor kinek és miért? Hol ér véget a férfi ítélkezése, és hol kezdődöm én? A nemi elvárásoktól független egyén. Kik vagyunk mi a belső férfi nélkül? Sajnos ez a jelenség kihatással van mentális egészségünkre és a magunkról alkotott kép formálásában. Ami különösen nagy probléma ebben a korban, ugyanis ez az az időszak, amikor kialakítjuk saját identitásunkat és feszegetjük önállóságunk határait. Azonban, ha a figyelem és az energia a külsőre fordítódik, akkor egyéb belső értékeknek esélye sem lesz kibontakozni. Ez negatívan befolyásolja az egyén világnézetének, személyiségének és értékrendjének kialakulását. A probléma pedig az, hogy ez a jelenség nem elterjedt ebben a célcsoportban, de ha el is terjedt, akkor sem tudatos. Éppen ezért az első lépés, hogy felhívjuk erre a figyelmet, és körvonalazzuk a férfi szemszög hatásait. Meg kell reformálnunk a médiát és a köztudatot, a kollektív gondolkodásmódot, ahonnan ez az egész ered. Ezért néhány diáktársunkkal egy kezdeményezésen dolgozunk, melynek keretein belül a résztvevők kiadhatják magukból a felgyülemlett frusztrációt, az elvárásokat, és beszélgethetünk kötetlenül a férfi szemszög megnyilvánulásairól napjainkban. Ezzel is szeretnénk ösztönözni azokat a fiatal, vállalkozó szellemű művészeket, akik kreativitásukkal újraírhatják a női szépség és lét definícióját. Itt az ideje, hogy teret adjunk a tehetséges női művészeknek, és azt a 22%-ot akár 50%-ra is tornázhatjuk. Köszönöm. Mert amíg a médiában nincs helye a nőknek, addig esélyük sem lesz a róluk alakított képet megformálni. Így talán a jövőben a lányoknak nem lesz egészségtelen kapcsolata az étellel. Talán a férfiak is ki tudják nyilvánítani az érzéseiket anélkül, hogy puhánynak lennének bélyegezve. És talán olyan nők lehetünk, kiknek a viselkedését nem a belül élő férfi fogja meghatározni, hanem az elvárásoktól független egyén. Mert elegem van. Mert elegünk van. Szóval itt az ideje, hogy nevén nevezzük a problémát, és beszéljünk róla. Köszönöm.